Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Viva Natura televízió, vagy VNTV kedves nézőit, dr. Csicsó János barátommal a VNTV promó sorozatában. Én most nem mondom őszintén, hogy egy terméket fogok bemutatni. És ez azért fontos a számomra, mert minden 50 évét meghaladó férfinak egy olyan problémájáról szeretnénk másképp szólni, ami szerintem nagyon sok embert érint, illetve azok álljanak fel a képernyőről, akik nem érint. Ugyanis a prostata probléma, az északi gyakori vizelés, prostata beszűkülés, prostata daganat, stb. Kérdésével elég sok megközelítés volt, és akkor kérdezném Csicsor János barátomat, hogy ő milyen úton, módon jutott el a kérdéshez, illetve milyen megközelítése van, hogy mi az, amit nem mondtak el a prostata problémákról, és te mire jöttél rá? Igen, hát hogy hogyan jutottam ide? Hát ahogy te is mondtad, mostanában ezzel egyre több probléma van. Az ismerőseim között is, meg akik így többen megkérdezték, hogy nincs-e prostatára valami készítmény, mert egyre több problémával szembesülök én is. Közvetlen munkatársaim között is volt olyan, akit a mentő vitt el ilyen problémák miatt. És hát ugye ez engem akkor úgy mindig izgat meg, egy kihívás, hogy akkor ezzel foglalkozzunk, és valami megoldást próbáljunk meg találni. És hát én elég messziről indultam, amikor ezt úgy megközelítettem, és hát több oldalról is, te is maga ez a gondtermék is több irányból támogatja ezt az egész problémát. Ugye onnan induljunk ki, hogy mi is ez a prostata. Ugye ez egy nemi mirigy. És mint mirigy, az egész mirigyrendszerrel összefüggésben van. Az egész szervezetnek a mirigyrendszerének egy része. És hát mostanában ezekkel a mirigyekkel, ugye pajzsmirigy, prostata, ezekkel elég sok probléma van. Nagyon az elmúlt mondjuk 5-10-15 évben ezek így nagyon-nagyon megszaporodtak ezek a problémák. És nyilvánvalóan összefüggésben van a nemiséggel, hiszen nemi mirigy. És ami nekem is furcsa volt, hogy például a nőknek is van prostatája, csak az nem játszik ilyen szempontból szerepet, hiszen a nőkben is van tesztoszteron hormon, mint ahogy a férfiakban is van ösztrogén hormon. Tehát ez igazából csak a férfiaknál okoz problémát, ez a rendszer. Ugye kétféleképpen okozhat problémát a prostata. Van egy úgynevezett természetes megnagyobbodása ennek a prostata mirigynek, ami ilyen 50-60 év fölött mondjuk a férfiak minimum felét érinti. Ezt ugye a tudomány úgy szokta mondani, hogy ez ilyen természetes megnagyobbodás. Én ezt nem tudom teljesen egészében elfogadni, de most tegyük fel, hogy ezt mondják, és ez a tény, meg ez tény is, hogy ez így van. A másik pedig a prostatának a gyulladása, amikor ez begyullad. Ez egy másik probléma, illetve a harmadik, az pedig a rák, a prostatarák, amivel sajnos mostanában elég sok van abból is. És ha megnézzük, hogy menjünk az első lépésre, hogy mi okozza egyáltalán azt, hogy ez megnagyobbodik, ez a prostata, és ugye hát nagyon kellemetlen helyen van, mert ez a úgyső vezetéken van, ott, ahol a húgyhólyagból kijön, és ha ez nagyobbodik, akkor bizony elzárja a vezetéket. És ez egészen odáig elmehet, hogy nagyon nagy fájdalmakkal jár, hogyha elmegyünk vécére. Tehát mitől tud ez megnagyobbodni? Miután tehát nemi mirigy, nyilvánvalóan összefüggésben van a tesztoszteron rendszerünkkel. És még egy dolog, hogy ez a prostata termeli az ondó folyadéknak egy részét. Tehát ebben a... Előnedveket. Igen, ebben is fontos szerepe van. Tehát a problémát itt az okozza, a nagyobbodásnál, sok minden, de legfőképpen, hogy a tesztoszteront egy enzim elbontja a dihidrotesztoszteronné, tehát DHTV alakul, és így mint prostata, vagy mint tesztoszteron ugye elveszti a funkcióját. És van egy enzim, ami ezt elkezdi átalakítani.
És de ugye miért tud ez kialakulni idősebb korba? Hát mert idősebb korban már a nemiség az nem nagyon sok embernél már nem annyira fontos dolog, tehát egy kicsit maga, tehát van ennek egy úgy gondolom lelki háttere is, hogy a nemi vágy, a nemiség idősebb korba az úgy kezdik kicsit leépülni. Én ezt nem tartom természetes dolognak, de sokan ezt elfogadják, hogy hát már idős vagyok, most már nem szükségem annyira, vagy nem, tehát ez egy kicsit háttérbe szorul, és akkor a tesztoszteron termelés sem lesz annyira fontos már a szervezetnek, és hogyha nem annyira fontos a szervezetnek, akkor bizony beindul ez az enzim, ami elbontja a tesztoszteront. Hogyha nincs rá szükség, akkor elbontjuk. Tehát ezt valahogy így is tudom képzelni. Egy rövid kérdés, csak ugye, hogyha világviszonylatban megnézzük azokat a kultúrákat, ahol egyrészt ugye tudjuk, hogy még nagyon 70-80 éves korban is nemzenek egészséges fiatalokat, azt én azt feltételezem, hogy ott a prosztatára gondja van a nőitásnak, tehát a menopauza után nem elhajtja az embert, hanem valamit tesz érte. Igen. Ugyanakkor a több nejűség is erre ad segítséget, tehát a férfiaknak igen, mindenféleképpen egy közösségen belül erre nagyon oda kell figyelni. Illetve ugye az agyalapi mirigyet úgy nagyon nem említettük, ami egy pajzsmirigy túl működésnél például teljes egészében leállítja a TSH működést, aminek a következménye az, hogy valószínűleg a progeszteron áll le, amiből utána készítjük a tesztoszteront és az ösztrogént, és ezek az arányok, amikor egy férfi elkezd nőiesedni mellé, akkor látom már, hogy nem a tesztoszteron túlsúly van rajta, hanem valószínűleg az ösztrogén túlsúly, így valami reakcióba lép. Ez az egyik. A másik, hogy rengeteg olyan toxikus anyag, ugye tudjuk jól, hogy a szív, a máj minél távolabb akarja toxikus anyagokat tolni. Ennek az első lépcsője ugye maga a genitáliák, ahol sajnos a prosztatában nagyon könnyen bemennek ezek a szennyező anyagok, és nagyon nehezen jönnek ki. Tehát és akkor ennek is egyfajta okozója az, hogy dúzod a prosztata, akkor most tovább megyek, hogy egy vékony fal választja el a végbéltől, igaz? Igen. És ugye a migrációról is nagyon sokat hallottunk már, és az ott lévő toxikus anyagok, azok szépen átmigrálnak ezen a vékony hártyán, és ugyanúgy beépülnek a prosztatába, és a vastagbél mikrobiomjáról, hogyha beszélünk, akkor már is tudjuk, hogy ki lenne, aki megoldaná azt, hogy ez ne így történjen. Most a megoldások az, hogy a húgycsövet vésegetik nagyon fájdalmas módszerekkel, meg fémcsövet tesznek be, ezek a legdurvább kíméletlen módszerek. Ma Amerikából, ezt el szeretném mondani, egy módszert hoztak, de ez se a megoldás része, hanem egy okozati dolog, hogy mikrohullámmal a prosztatában lévő elmeszesedett anyagokat elporítják, és ezáltal a prosztata újból föl tudja venni egy kisebb alakzatát, megindul a vizeletáramlás, ugye, mert ilyenkor alapvetően a hólyaggal vannak a problémák, mert ott a visszamaradt vizelet folyamatosan problémákat okoz, amiből kialakul a hólyagrák, amivel utána nem tudunk semmit kezdeni. Tehát több oldalról kell megközelíteni ezt a problémát. Mi a te utad? Igen. Hát tehát van egyszer egy ilyen lelki, érzelmi háttere, ez biztos. Tehát, hogy nem kéne elfogadni idősebb korban azt, hogy ez már nem működik. Tehát meg nem kéne ilyen, tehát akár a társadalom által ez be van skatujázva, hogy idősebb embernek már nem lehet, nem nincs rá szüksége, meg nem kell ezzel foglalkozni. Akkor igazán. Akár mondjuk a felesége nél is elindultak ezek a folyamatok, és nem. Tehát ezt valahogy életbe kéne tartani, úgy gondolom ezt a rendszert. Ez a nőknek is jót tenne, meg a férfiaknak is szerintem. Azt, hogy egy adott társadalomban ezt hogy kezelik, hát igen, tehát itt a keresztény kultúrkörbe, ugye ez a, még meg sem születtél, de már bűnös vagy, tehát talán itt a legnehezebb kezelni ezt a problémát. Tehát ez az életnek a vele járója, tehát ez egyik része. A másik része, hogy ahogy idősödünk, ahogy te is mondtad, egy csomó méreganyag kerül a szervezetbe, és hát ennek is megvan a hatása. Ugye bekerül
a prostatába bekerülnek baktériumok, amik gyulladást okoznak. És erről egy nagy vita kezdett mostanában kialakulni, mert eddig ugye elfogadott nézet volt, hogy a húgyhólyagban megtelepednek baktériumok, és azok a baktériumok bekerülnek a prostatába. Na de hogyan? Tehát egy férfinél az ott hogyan kerül oda-vissza? Ugye, tehát ez fizikailag nem nagyon lehet elképzelni, ez egy kicsit sántít. Hanem egyre többen mondogatják azt, hogy nem onnan kerülnek be a baktériumok, hanem mi az, ami legközelebb van a prostatához, a vastagbél. És hogyha kialakul egy szivárgó bélszindróma, tehát a vastagbélen kívülre kerülhetnek akár baktériumok, akár más anyagok, azok bizony bekerülhetnek a prostatába, és ott gyulladást okoznak. Tehát ez egy valószínűbb feltételezés, életszerűbb, hogy ez onnan kerülnek be a baktériumok. És ebből kifolyólag, tehát a húgyutakat és a húgyhólyagot is fontos tisztán tartani, hogy ne fertőződjön erre. Erre is megvannak a megfelelő természetes anyagok is, amik ezt a húgyutakat tisztítják, illetve vannak olyan baktériumok a bélflóránkban, aminek ez a dolga, hogy olyan anyagokat termeljenek, amik a húgyutó rendszert tisztán tartják. Ez a másik rész, tehát hogy ezt a gyulladást kell kezelni, és ennek az egyik módja lehet az, hogy a bélflórát rendbe tesszük, a megfelelő baktériumok, amiknek szintén ez a dolga, befoltozzák a szivárgó bélrendszert, és megszüntetik a gyulladásnak a forrását. Tehát nem a tünetet kezeljük, hanem az okot szüntetjük meg. Orvosi szaklapokban olvastam, néha ilyet is olvasok, hogy megszaporodott azoknak a hölgyeknek a száma, ugyanáluk ugyanez a vékony rész van, ugyanúgy, hogyha a bélflóra szivárog, hogy a székletet elkezdték hüvelybe üríteni. Én először azt hittem, hogy rosszul olvasok, és ez a teljesen hülyeség. A másik, Török Szilveszter professzor urat egyszer elvittem magammal valami ázsiai országba, és mondja nekem, hogy figyeljél oda, hogy véletlenül se pisíjél bele, nem belül, nem állsz benne, hanem ezekbe a vizekbe, mert ezek a bacik olyan gyorsak, hogy a vizeleten keresztül képesek fölszivárogni, és akkor a másik gondolat, hogy amikor édesvízbe, akár sós vízbe is vizeletet ürítesz, mert nem mész ki, akkor erre mindig gondoljál, hogy ezek a fránya bacik azonnal visszaszaladnak. Harmadik, a fiúknak az az első, amit megtanítanék, hogy amikor nem életet élnek, már pedig akinek van még kis fitymája, hogy az a szexuális élet után követ azonnal menjen el vécére, amilyen gyorsan tud, fújja föl ezt a kis... Igen. Minek hívják? Mossa ki. Nem. Egy nagy nyomással mossa ki, mert a vizet önmagába fertőtlenít. Így van, abban vannak megfelelő fertőtlenít anyagok. Ürítse ki, tehát töredékére lehet bármilyen nemi problémát szerezni ezáltal. Ezt én nagyon fontos. Tehát, hogy ez a vissza, tehát csak arra mondom neked, hogy igenis ezek a fránya bacik a vizeleten keresztül is egyébként, amikor vizelünk, akkor nem feltétlenül van nyitva a prostata, mert ez akkor nyílik meg, amikor valami nemi inger kapcsán elkezdődik az előváladék képződése. Hát ha föl tudnak odáig menni, akkor ott már közel vannak. Tehát pontosan így van, akkor föl tudnak mászni. Ja. Pedig nekünk sokkal hosszabb a húgyutunk kifelé, mint a hölgyeknek, tehát ők még veszélyesebbek ebből a szempontból. Adódik egy csacska kérdés, hogy elvileg ez a készítmény, aminek ugye van egyfajta gondolatisága erre a problémára, hogy ezt hölgyek is használhatnák? Nem tudom, hogy én úgy gondolom, hogy igen, mindenképpen, mert nincs benne tesztoszteron, tehát nincsenek benne a hormonok. Mik azok a probiotikumok vagy bacik, amiket elhelyezik? Kettő baktérium van benne, ezek mind a kettő spóraképző, tehát a gyomorsavat túléli és eljut a vastagbélbe, a Bacillus coagulans és a Bacillus subtilis. Ez a coagulans az, amelyik a húgyutaknak a tisztán tartásáért is felelős, tehát olyan anyagokat termel, amik folyamatosan ezeket a gyulladásokat tudják csökkenteni. Uh-huh. Tehát ez egy fontos, de ez a kettő van. A Bacillus subtilis az pedig az egész bélflóránkban a
hát hogy mondom, a csendőr. Tehát a jó baktériumok szaporodását segíti, és a káros baktériumokat pedig mi van még benne, mert a kedves néző szeretne ezért. Igen. Ugye benne vannak az összes olyan anyag, amik így a prostata készítményekben általában benne vannak, tehát azokat mindegyiket tartom, tehát a fűrészpárma, a likopin, tehát ezek az általános ismert hatóanyagok, ezek mind benne vannak. Van benne egy kis, hogy mondjam, egy kis energia tuning, ugye Q10 például és taurin, amik egy kis plusz energiát adnak, mert az időskorban azért ez is fontos. Ez szexuális dopingszernek szántad oda, vagy? Nem. Nem, mert ez úgy mostanában amúgy is olyan sok probléma van, ez is érdekes dolog, ez a fáradtság, tehát hogy nagyon sok ember mondja ezt, az hogy elment az elő. Hát nem tudom, ez biztos, hogy ennek köze van a vírushoz, meg ezekhez a dolgokhoz, mert meglepően sok eset van. És a kísérlegű fizikét azért nem is vetted alapul, mert nagyon magas ösztrogén képzi, nem? Tehát, hogy... Igen, tehát a hormonokat én nem, tehát a hormonrendszerrel kapcsolatos dolgokat nem tettem bele, az egy következmény kell, hogy legyen, hogy az helyreáll, és ott a lelki tényezők is fontosak, tehát ezt gondolom. És amit mondtál például a pajzsmiriggyel kapcsolatban, annak is annyitja ott van a bélrendszerbe, hiszen azok a hormonok is nagy része ott termelődik, a vérflóra állítja elő, ami a pajzsmirigyben is fontosak. Tehát ez az egész hormonrendszerünk is, ennek is az egyik nyitja a vérflóra, az egészséges vérflóra. Aztán van benne, amit szinte nagyon fontosnak tartok, elég nagy dózisú cink. Szerves cink. Ugyanis erről is nagyon sokat olvastam mostanában ilyen kutatási eredményeket, hogy ez a tesztoszteron, dihidrotesztoszteron átalakulás, meg ennek az enzimnek a gátlásába a cink nagyon fontos szerepet játszik, a megnagyobbodásban is, tehát ezt egyértelműen így kimutatták, hogy az egészséges prostatában majdnem kétszer annyi a cink tartalom, mint a nem egészséges prostatában. Nagyon sok készítmény szelint is tartalmaz. Tehát igen, az is van benne. Van benne. Általában ez a szelén, cink, a jód, hát most a jód isnak a megítélése is szerintem nincs, de ez nagyon fontos anyag a jód, hiszen ez egyik legerősebb antioxidáns rendszer. Ezek úgy fontosak, mi szinte minden termékbe, mert ez az antioxidáns rendszernek az egyik motorja, vagy forrása a szelén is. Mindig, most, ha kétszer említettük a pajzsmirigyet, általában ott a göbbképződés az, ami gátolja a üzenet agyalapi mirigynek, hogy ne termelj TSH hormon. Igen ám, de ezek a göbök miért alakulnak ki? Ugye? Hát lehet sugárterhelés, stb., de este, bár vírusromsa, egyre többet hallunk, hogy a lakosságnak 70-80%-ának van ilyen, amivel úgy védekezik a szervezet, hogy egy kis göbbe beburkolja őket, hogy ne tudjon tovább menni a szervezetben. Igen. És akkor ugye most a göbbel vagy késsel kivágják, egész életedben valamilyen TSH hormon szedhetsz, hogy működjön, igen, vagy ha elpusztítjuk a vírust, például a biorezonanciával, akkor ez szűkülve újból a TSH hormon, vagy újból a hormon háztartás beindul, aminek egyik verifikációja maga, hogy a prostatára is jótékony hatással van. Igen. De most jön a VNTV 200 forintos kérdés, amit Csicsor Jánosnak fölteszek. Ezelőtt 15 évvel már ez a kérdéskör, a prostatagyulladás, ahogy te említetted, ez nagyon komoly jelleggel előtérbe került, és akkor én kapcsolatba kerültem dr. Kelemen István professzor úrral, és nagyon jó kitaláltuk azokat a gyógynövényeket, stb., amit mindenféleképpen a prostatának szüksége lenne. Na most ezt az ismeretem, amit az előbb elmondtam, hogy a vékony hátyán keresztül migrálnak oda-vissza a cuccok, én kérdeztem tőle, hogy rága jó professzor úr, nem tudom, már nyugdíjban egyébként, még nagyon sokáig együtt jártunk úszni, meg most már 80 év fölött lehet, hogy minden orálisan elfogyasztott gyógyszert, bármi, gyomorsabb védőárka, epe, stb., minden szézilája. Miért nem análisan egy kis kókuszsírt teszünk rá, vagy bármilyen dolgot, és a végbélen keresztül egy esti pihenés alkalmával küldjük fel a cuccot. És azt mondta, hogy az ötlet nagyon jó,
de egyszer nem tudod átverni ezt a gondolatodat. Először is nagyon komoly drága klinikai tesztek kellettek volna már akkor is, de most kúpot otthon simán bárki tud készíteni magának, vesz a patikába egy kis kúpkészítőt, vesz hozzá egy kis glicerint, majd mindjárt mondod, hogy mi kell hozzá, és elvég el tudod ezt képzelni, hogy ezt a kapszuládat széthúzza. Most bocsánat, én eretnek gondolataim vannak, egy kúp formájában esetleg análisan fölhelyezzük? Részben igen, hiszen a hatóanyagok egy része az a vastagbélen keresztül hat. Tehát aha, például a baktériumok mindenképpen, tehát a probiotikus termékek. Tehát eleve a probiotikus termékeknek egy nagyon hatékony bejuttatási módja lenne ez. De hát ahogy te is mondtad, ez jogilag, meg ugye ezek nem étrend kiegészítők, ha kúpot akarsz forgalomba hozni. És te otthoni tehát az már dolog. Ugye, otthon, igen. Aha. Tehát akár beöntéssel, akár kúppal a probiotikus készítmények azok hatékonyabban bevihetők, mint szájon át. Ez biztos. Ugyanakkor vannak benne ásványanyagok, mikroelemek, meg egy-két olyan növényi hatóanyag, ami meg már a gyomorban, illetve a vékonybélbe felszívódik. Aha, tehát két oldalról mert lehet. Mert a végbél már az a szakasz, ahonnan nem igazán visszaszívás, igaz? Igen, ott már csak az szívódik fel, amit az ott lévő baktériumok termelnek nagy részt. Tehát azok a hatóanyagokra van a vastagbél. Egyébként legtöbb vastagbél probléma onnan indul el a végbélből. Tehát végig szivárok, stb. Aztán utána a végbél traktus. Hát ugye ott az a vége ennek az útnak, tehát ott halmozódik fel a legtöbb anyag. És bocsánat, hogy ilyen ötleteket adtam, természetesen el szoknak bárkinek. Ugye tudjuk, hogy ha valamit a véráramba akarunk juttatni közvetlenül, akkor az vagy a gyomor, ugye akkor azonnal szívódjuk, vagy a anális, a végbél, és akkor mi, amit preferálunk, az a szájon át, hogyha elég kis molekula méret van, akkor azonnal véreremben tudunk hozni dolgokat. Már a szájból sok minden felszívódik. Pontosan, így van. És nem is értem, hogy ezt a kisbabáknál tudjuk használni végbélkupokként, akkor hatékony segítség lehetne, hogyha ez sokkal jobban elterjedve, és én állítom neked, hogy régen sokkal több kupot kaptál a gyógyszertárba, ami egy mindenféle gyógynövény kivonat volt, és ezt tudtad használni. Na, oké, de hát ez nem biztos, hogy nagy multiknak érdeke lenne, viszont az embert akarjuk segíteni és támogatni. Mi van még, amit el tudnám mondani ezzel kapcsolatosan? Most már kitárgyaltuk tehát, ezt a prostatát. Igen, tehát olyan úgy próbáltam ezt én összeállítani, hogy ezekre, amit elmondtunk több oldalról. Mióta folyik ez a fejlesztés neked? Régóta beszélünk róla. Egy jó fél éve én ezt elkezdtem. És miután nekem nincsenek ilyen problémáim, ezért magamon nem kipróbáltam szedem én is, de rám szerencsére egyelőre nem kell nekem ezzel foglalkozni. Értjük a választ is egyébként. És volt már egy liposzómás változat, egy partnercégnek fejlesztettünk, gyártottunk, azról is, arról nagyon sok jó visszajelzés jött, csak azért nem lett ez végül is liposzómás, mert, vagy folyadék, mert néhány hatóanyagnak az íze az nem jó, azt nem lehet elvenni. Hát kívott már huminsavat, azt tudja, hogy miről beszélt. Igen, de ezen egyébként huminsav ebben is van, tehát a méregtelenítés szempontjából ez fontos része, de van egy-két hatóanyag tényleg, ami azt mondom, megpróbáltuk, de nem vállalható íze van. Jánoskám, én azért is ülhetsz te itt nálunk. Egyrészt, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk, másrészt olyan új utakat választottál, mert tényleg a prostatát ilyen mikrobiomos megközelítésben én nem találkoztam még semmiféle termékkel. Nagyon örülök, hogy neked nincsenek ilyen prostata problémáid, egyébként erre van egy nagyon csúnya vicc, hogy házas ember is lehet boldog, egy idő után csak a felesége meg ne tudja. Ezt most nagyon sokan vallási körökben ne hallják meg ezt a dolgot, de elkezden gondolkodni, hogy mennyire jó a tudatalatti félelme, bűntudata hosszú távon, inkább a temetőbe jár virágokat vinni a anyuka, mint az, hogy segítene a férjének ez így be. Tehát a félelem energiák azok biztos, hogy jó járnak. Érted, miről beszélek, tehát a Úristen bűnkövettem el című dolog, de ezek több ezer éven erre voltak különféle intézmények, a családok egyben maradtak, annélkül, hogy elvitték volna a férfit, most meg a prostatarák viszi el őket. Tehát ezeket végig kell gondolni, hogy mit választunk. Ezt tudom, hogy több embernél megint a biztosítékot kiverte,
Lehet, hogy föl kell újból nyomni. Hát sajnos a tények azok tények. És a statisztikák ebben az irányban nagyon rossz. Aha. Nagyon rosszul néznek ki. Ja. Kedves nézőm, remélem, hogy megint tudtunk új gondolatokat közölni a VNTV másként tudás csatornája. Nagyon köszönöm Jánosnak, köszönöm hogy itt volt ma, és nagyon sok értelmes, érdekes dolgot meg tudtunk osztani önökkel veletek. Továbbra is nézzétek a VNTV-t, és amilyen fórumokon lehet, csak osszátok, hogy minél sok emberhez eljussanak ezek az új gondolatok. Egy szakmai releváns kérdésekre János boldogan válaszol, a hülyeséget hagyják azok otthon, akik ezzel kapcsolatban nem tudnak felnőni. Viszontlátásra!